Sziasztok! Kristóf, kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki chat. Majdásban plegykagyeket hoztam nektek, úgyhogy nézzük is! De mielőtt belekezdünk a plegykába, nézzünk konkrét tényeket, mert azért azok szerintem sokkal fontosabbak. Bár mind a kettő ismert dolog, sem üdönség nincs benne, de azért végre megjöttek a tényleges hivatalos képek és adatok, úgyhogy így mindenképp érdemes rájuk még egyszer ránézni. Az egyik a Mikulás szánya, amit már ugye megmutattam nektek az előző adásban is. Most végre megjöttek a tényleges hivatalos képek, illetve most már van hozzá árunk is. Ugye ez a 14 ezer forint, megjelenés október 1 tehát igen erős októberünk lesz. Elem szám pedig a 343 elem, és erre mindenképp érdemes felkészülni, ugyanis ez egy szezonális készlet, tehát még lehet, hogy jövőre fel fog bukkanni, de azért inkább idén szerezzétek be, ha szeretnétek, mert kérdés, hogy jövőre lesz-e belőle. A másik tény, ami szintén már láthatátok itt a csatornán, pontosan egy pénteki csetben, de most végre ehhez is megkaptuk a hivatalos képeket és adatokat, nem más, mint a Disney kicsinyített kastélya. Ugye tudjátok, jól volt az a nagyméretű, most ennek lesz egy kicsinyített verzője, méghozzá egy figurával, ami Mickey egér, és itt vannak a hivatalos képek, zseniálisan néz ki, ahogy elmondtam nektek az előző adásban is, mindenképp ott a helye a polcom, vagy akár íróasztalon is, hiszen nagyon-nagyon jól mutat. Itt is van árunk, ez 13 ezer forint, tehát egy úgymond a szánkóhoz képest egy kicsit baráti bár. Megjelenése szintén október 1 nem véletlenül mondtam azt, hogy erős októberünk lesz. Szóval ez az a két készlet, ami még jobban felborzolja a kedélyeket egy október 1 előtt, hiszen az október 1 az nagyon-nagyon erős lesz. És erről majd szeretnék egy külön adást csinálni, valamelyik pénteki csetben összeszednék pontosan, mik azok a készletek, meg fognak jelenni, mire érdemes készülni, és mi lesz még idén, mert bizony bőséggel jönni fog, és ehhez kapcsolódik a következő plegyka, hiszen elépünk most már a plegyka világába, ami nem más, mint hogy, és ezt már nagyjából pedzegettük is év közben, hogy jönni fog egy ajándék készlet még hozzá egy csillagromboló, és ezt a lépegetőhöz fogjuk megkapni ahogy ami egy UCS készletet és ez az 800 dollárba fog kerülni. Még erről semmilyen hivatalos kép nincs, úgyhogy erről még nincs semmi konkrét infónk. Jelesül, hogy a megjelenés is már csak így november környékén lesz, szóval várjuk ki a végét. És ha a Star Wars világában, akkor maradjunk is itt, hiszen akad bőséggel még pletyka. Az egyik az, hogy érkezni fog nagy valószínűséggel egy ATST lépegető évelejétől, méghozzá az alacsony árkategóriában, ugye, 9 pluszos korosztálynak számva, méghozzá három figurával. De maradva a Star Wars vonalon, illetve a Pletka vonalon, napvilányra került, hogy mi lesz a jövő UCS készlet. Ez nem lesz más, mint a Lung Speeder. Ez lesz 200 dolláros áron, tehát nem lesz azért egy olyan borzasztó nagy készlet. Mindenesetre igen érdekes, hogy ezt fogják kihozni, de hát úgy tűnik, hogy ez a izgalmasam. De hagyjuk el a Star Wars világát, de maradva a Pletka vonalon, ugyanis kiderült, hogy mi lesz a következő minifigura sorozat. Nagy eséllyel, bár ez ugye kérdés, hogy az év elején vagy majd csak másban fog megjelenni, de minden esetre jövő kapni fogunk új sorozatot, méghozzá a Muppet Showból, és azért ez eléggé reális, hiszen nem olyan rég jött ki a Sesame Street, szóval adja magát, hogy kihoznak egy minifigura sorozatot ebből is, úgyhogy ebből is lehet készülni, és akkor jön az utolsó téma, vagy hát pletyka, bár ennek több a valóság alapja, mint az előző pletykáknak, ez pedig nem más, mint hogy ugye jön a Titanic, ez nagyjából tény, viszont ugye mindenki oda volt, hogy ez lesz a legnagyobb kész, a LEGO palettáján és 12 dollár fölt lesz, és egyébként is, nos, le kell lomboznom mindenkit, csak 9.900 darabból fog állni. Meglátjuk, hogy hogy fognak kinézni, majd ugye értem szóval megjönnek a hivatalos képek. Ö azt kell mondanom, hogy engem ez viszonylag kevésbé hoz lázba, de azért kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz szép részed gazdag egy modell, hiszen elemszámot tekintve azért van benne lehetőség. A lényeg, a végre viszont a lényeg, hogy ezek mind plegykák voltak, tehát nagyon óvatosan kezeljétek ennek az igazságtartalmát. Szerintem addig, amíg ez nem lesz kőbevés, hogy nem látunk legalább egy valamilyen fényképet egy hivatalos dobozról, addig ne nagyon higgyétek el inkább várjuk ki a végét. Égettük már meg magunkat idén ezzel, hogy azt hittük, hogy jön majd egy nagyméretű Creator Experts vissza a jövőbe kocsi Delorin, ehhez képest ez nem érkezett meg, szóval azért óvatosan bánjunk a plegykákkal, én nem is nagyon szeretek plegykákról beszélni, de ez a hét igazából erről szólt, úgyhogy óvatosan kezeljétek, ez az én fő tanácsom. És külön az utolsó téma a mai adásban, ez pedig nem más, mint hogy a Brick Maison csapata ismét fog kiállítani, hozzá káposztás megyelen. Raktam a linkét az eseménynek, hogy ezt utána tudtok nézni, természetesen várnak junior kiállított, mint ahogy eddig. Én sajnos most nem veszek ott, úgyhogy ez most nélkülem fog lezajlani, nagy esélye a videó sem fog róla készülni, legnagyobb bánatunkra, de ha tudtok, akkor mindenképp menjetek el, mert biztos, hogy sok izgalmas van fognak készülni a csapat. Úgyhogy hajrá! És ezzel be is én a mai adást. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ne feledkezzetek el feliratkozni, lájkolni, valamint kommentelni. Én is kíváncsi vagyok, a felsorolt témákkal kapcsolatban hogy ennek milyen infótok van, vagy milyen, gondolatotok van. Ezt nyugodtan írjátok le itt a videó alatt a kommentbe. Kíváncsian várom. Illetve tudtok támogatni póló, illetve saját készlet vásárlásával, meg szintén megtaláltak a videó alatt a linkeket. A hétvégéhez pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!